7 óra 16 perc van. A vonal túlsó végén itt van velünk Léderer Sándor, a K-Monitor ügyvezetője. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Önök meglehetősen sokat foglalkoztak, honlapot is indítottak, amely a szülésről, a hálapénzről, a szüléshez kapcsolódó hálapénzről is szól. Most azt olvastam, tegnap a Telex egy nagy cikket írt a hálapénz intézményéről, amiből kiderül, hogy a Debreceni Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika közölte, hogy náluk addig nem lehet fogadott orvosnál szülni, amíg a helyzet nem tisztul, és nem derül ki, hogy mi a választott orvos gyakorlata, nem születik meg a szabályozás. Lehet, hogy ez lesz a jövő? Vagy mit jelent ez? Ki jár ezzel rosszul? Ugye az egész mögött egy hosszú-hosszú évtizedes, sok évtizedes probléma van, ami arról szól lényegében, hogy Magyarországon az ellátás minőségért való felelősséget azt az intézményrendszerről, tehát mondjuk a kórházakról az állam tulajdonképpen áthárította az anyákra azzal, hogy ha fél, vagy nem elégedett, vagy azt gondolja, hogy nem lesz elégedett azzal az ellátással, amit kap, amikor elmegy szülni, akkor választom magának egy orvost, akiben megbízik, és ezzel mondjuk lemondott arról, hogy tényleg olyan viszonyokat teremtsen a magyar kórházakban, amikor valaki egyszerűen besétál, és ugyanúgy, mint bármilyen más ellátásnál nagyon jó, normális körülmények között szül, ahol figyelembe veszik az igényeit. Ez jellemző egyébként Európa többségénben, tehát nem kell az embernek magának orvost keresnie, megtalálni azt, akiben megbízhat, hanem biztos lehet abban, hogy a kórházban jó ellátást kap, és legfeljebb egy túlát, egy szülésznőt választ, vagy a terhes gondozás során kap valakit, vagy választhat valakit, aki külön figyelemmel van az igényeire. Na most Magyarországon amiatt, hogy ilyen teljesen egyenlőtlen az ellátás, és ez mutat, és ennek a hatásai láthatóak objektív adatokon is, nagyon magas a császármetszések, a szülésindítások aránya, emiatt, és ezzel összefüggésben van ugye az, hogy a bizalmat tulajdonképpen azzal próbálják sokan megvásárolni, amit a rendszer nem teremt meg, hogy akkor maguknak keresnek egy orvos. És erre ugye nem volt igazából, tehát hogyha az ember nem egy magán kórházba ment el, akkor az állami ellátásban tulajdonképpen ezzel a hálapénzzel, paraszolvenciával tudta ezt megvásárolni. Most miután ugye ezt tiltják idéntől, nagyon helyesen, és ez egy, azt mondom, egy történelmi lépés volt az, hogy a hálapénzt adását is tiltják, és kimondták, hogy ezt ki kell vezetni a rendszerből, és ezzel egyébként egy másik intézményt is megszüntetnek, a kettős praxis, tehát hogy az orvos egy lényegében irányítgatja a betegét a magánpraxisa és az állami praxis között, az állami intézményrendszert veszi igénybe egy szolgáltatás nyújtásért, amiért tulajdonképpen ő teszi el a pénzt. Tehát ez a két dolog megszűnt. Így egy nagy kérdés, és ugye ezért került problémába a debreceni szülészet is, és az ország számos más intézménye is, hogy akkor hogy lehet megoldani azt az ügyet, hogy nincs hálapénz, nincs kettős praxis, de az anyuka mégis választhat magának egy orvost. És ők azt mondták, hogy ebben a történetben nem akarnak belemenni, igazságot teremteni, mert a kormány, az állam nem kommunikálta világosan, hogy most mit lehet és mit nem, és ezért ők azt mondták, hogy nem vállalják azt, hogy oda be lehet vinni, vagy külön orvost, vagy választani lehet orvost. Tehát innen indult ez a történet. És ugye aztán kiadott az EMMI egy közleményt, hogy ezt a jogát nem lehet elvenni senkinek, hogy orvost válaszol. Csak a kérdés ugyanúgy fölmarad, akkor hogy fizetnek neki? Nyilván egy orvostól nem várható el, hogy szívességből vezet le szüléseket, és hajnali akárhánykor fölkelésben megy, és stb. Tehát hogy ez itt a probléma, ami ott fölmerült. De akkor igazából nincs is rá válasz, tehát az orvosok félnek attól, hogy megjelenik az a kommandó, ami ellenőrzi a hálapénzt, és egy kicsit így ezzel hátrébb húzódnak egyel. Hát így van, egyelőre egy ilyen feszült helyzet van, ezt ki lehet mondani, ugyanis úgy történtek meg azok az intézkedések, amik a hálapénz kivezetését szolgálják, hogy
egy csomó más problémát ezzel kapcsolatban, vagy ehhez kötődően nem orvosoltak, erre nem gondoltak. Ugye azt látni kell, hogy a korrupció, mint mindenhol, a szülészetben is azért különböző rendszerhibáknak az indikátora. Mit mutatott eddig, tehát miért fizettünk hálapénzt az egészségügybe? Azért, hogy valamilyen problémát orvosoljunk, mondjuk rendesebben bánjanak velünk, megkapjunk egy orvost, akit szeretnénk, ne kelljen annyit várni egy szolgáltatásra, egy VIP szobához jusson a beteg, ilyen történetek. Na most ennek a fogadó oldala volt az, hogy ezt nagyon sok orvos meg is tette, azért, mert olyan rosszul fizették, hogy ez volt egy kompromisszum. Ennek volt egyébként egy olyan oldala is, ami egy csak sok évtizedből álló hagyomány, hogy az emberek tényleg hálát éreztek orvosok iránt, és mivel nem volt semmilyen értelmes visszajelzési rendszer, és nincs is a magyar egészségügyben, hogy én azt mondjam, hogy nagyon elégedett vagyok azzal a szolgáltatással, vagy kicsit elégedett vagyok a szolgáltatással, ezt megtudjam, ennek is a hálapénz volt a kifejezés. Most néhány dolgot ugye megszüntettek, tehát a magyar hogy problémát megszüntettek, például a béremelés egy ilyen, vagy a kettős praxis. De egyébként a szülészetben itt is nehéz a helyzet, mert azt lehet tudni, hogy vannak olyan orvosok, akik sok milliót kerestek havonta hálapénzzel keresztül, tehát nekik a megemelt bér még mindig nem fog annyit hozni, mint amennyit a tulajdonképpen ebben a piszkos rendszerben kerestek. Na de csak gyorsan visszakanyarodva erre a probléma, hogy amíg nem teremtenek meg Magyarországon olyan egységes ellátást a szülészetben, hogy oda valaki teljes bizalommal be tud sétálni, és nem attól fél, hogy hogyan fogják őt ellátni a szülése közben, és erre nem lesz gyakorlat, ezt nem lehet alátámasztani, ez egy kultúraváltás is, addig ez az igény az anyukák részéről fönn fog állni, és nagyon sok esetben egyébként jogosan, mert vannak olyan esetek, amikor tényleg nem tud a jelenlegi rendszer választ adni egy igényre, ugye erre, amit gyakran szoktak mondani, egy tipikus ilyen probléma, hogy Magyarországon nagyon sok a császármetszés, valaki császármetszéssel szül, de szeretne hüvei szüléssel gyereket szülni. A másodiknál elvileg ezt már nagyon kevesen vállalják, tehát hogyha miután volt valakinek egy császármetszése, akkor automatikusan a második szülésnél is általában császármetszéssel kell világra hozni a gyereket. És néhány orvos van, ugyanígy a farfekvéses gyereknél, ahol ezt meg lehet tenni, és hogyha ez nem az ő városában vagy falujában van, akkor nekik el kell utaznia és keresnie kell egy ilyen orvos. És ebből nyilván az is látszik, hogy egy elképesztően igazságtalan rendszer, mert ki tudja ezeket a szolgáltatásokat már most megvásárolni, az, akinek több pénze van. És ugye ezért nagyon nehéz az a kérdés is, hogy és ugye itt merül fel, hogy jó, átmenetileg, és ezt mondja az orvosi kamara is, ki kell ezt fehéríteni. Tehát lehessen orvost választani, de legyen egy szerződés erről a kórház, a páciens és az orvos között. Legyen ez pontosan szabályozva, mint egy szolgáltatás. Legyen tisztázva, hogy ki mennyi pénzt kap ebből. És ilyen módon, amíg ez a rendszer nem alakul egészében át, ezt tartsuk fent. Ez egy észszerű kompromisszumnak tűnik, de a cél csak akkor, hogyha tényleg kimondott cél, hogy ezt a fogadott orvosi rendszert meg kell szüntetni, ugyanis, ahogy mondtam, ez elképesztő egyenlőtlenségeket konzervál, és tulajdonképpen orvosokat abban tesz érdekelté, hogy ők pénzt keressenek, eladják a szolgáltatásukat, magukat promózzák, mint jó orvosok, és ne azzal foglalkozzanak, ami az ő tényleges dolguk, hogy embereket gyógyítsanak, vagy jó szüléseket vezessenek le. Tehát, ennek a rendszernek a fenntartása így is úgy is problémát fog jelenteni. Csak, ahogy mondtam, egy nagyon nagy igény van, és részben jogos igény arra, hogy ez a rendszer fönnmaradjon. És ez a feszültségi pont az, ahol most vagyunk, és az állam hallgat, és nem beszél azokkal a társadalmi csoportokkal, anyákkal, szülésznőkkel, orvosokkal intenzíven, akiknek ebben lenne mondani valójuk. Tehát ez a nagy probléma. Csak rövid kérdés, meddig teheti meg azt az állam, meddig teheti meg a kormányzat, hogy ebben nem mond át vagy bét? Hát nem tudom, meddig teheti meg, de szerintem most egyelőre, ez nyilván hónapok kérdése, előbb-utóbb mondania kell, ugye márciustól ellenőrzik például
az orvosokat, igen. A hálapénz elfogadását, tehát ott lesz egy újabb nyomás a rendszerben. Ugye most azt mondták, de itt is többféle ellentmondásos kommunikáció volt, hogy akinek eddig volt fogadott orvosa, az már szülhet vele, és nem fogják alkalmazni a kettős praxis. Tehát, hogy ezek az ilyen halovány kommunikációk próbálják kitolni az államnak ezt a döntési kötelezettségét, hogy tisztába tegye ezt a helyzetet. Ez hónapokig lehet csinálni szerintem, és lehet, hogy azt remélik, hogy, hogy azért kell ezt csinálni, mert majd meglátják az emberek, hogy igazából teljesen oké fogadott orvos nélkül szülni. Ez egy elég csúnya taktika, lehet, hogy bejön, de az is lehet, ugye közelednek a választások, évente 90 ezer gyerek születik Magyarországon, az ő szüleik azok választópolgárok, tehát az is lehet, hogy a végén azt fogják mondani, hogy jó, szimplán bedobjuk ezt egy kivételnek, és maradhat a rendszer többé-kevésbé úgy, ahogy van, mert ebben a konfliktusban nem, vagy ezt a konfliktust nem szeretné a választások előtt fölvállalni a kormány, hogy, hogy az anyukákkal mondjuk úgy húz, vagy azokkal az anyukákkal, akik most aggódnak. Ezt nehéz megmondani, hogy mire játszanak ebben a helyzetben. Értem. Köszönöm szépen Léderer Sándornak, a K-Monitor ügyvezetőjének, hogy itt volt velünk, és véleményét megosztotta a hallgatókkal. Viszonthallásra! Köszönöm én is, viszonthallásra!